A 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési ciklusban elérhető fejlesztési támogatásokról és lehetőségekről tartottak tájékoztatót kis- és középvállalkozásoknak ma délelőtt. Az előadások elsődleges célja az volt, hogy a jelenlegi ciklus uniós forrásait a városban működő cégek maximálisan tudják kihasználni. A kormányzatnak kiemelt célja az, hogy a gazdaság használja fel az Európai Uniós forrásoknak a döntő többségét. A meghirdetésre megcélzott szám az a gazdaság fejlesztésre fordítható az Európai Uniós forrásoknak a 60%-a, ami jelentősen több az előző időszakban, a 2007 és 2013 év közötti időszakban felhasználható Európai Uniós forrásokhoz képest. És ehhez képest is vannak változások, hiszen a kormányzat szándéka az, hogy fókuszáltabban, alapvetően a feldolgozó iparra fókuszáltan történjen ez a forrásfelhasználás. Komárom-Esztergom megye a cégünk életében különösen fontos, egyrészt mert a területfejlesztési operatív program kidolgozásában részt vettünk, ami a megyét illeti, és Tatabánya város integrált városfejlesztési stratégiájának kidolgozásában is aktívan részt vettünk. A mai nap ezen túl, tehát az operatív program, az integrált városfejlesztési stratégia ismertetésén túl a 2014-20-as uniós időszaknak a fejlesztési forrás lehetőségeiről fog szólni, melyek azok a programok, amit a prosperáló cégek, vállalatok, KKV, kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok elérhetnek a következő 7 éves időszakban. Az Európai Unió jóvá hagyta azt, hogy Magyarország rendelkezésére összességében 12 ezer milliárd forint áll, ez az allokált forrás az, amit felhasználhatnak, és mind az agrárterületen, mind pedig az egyéb vállalati termelő oldalon felhasználhat Magyarország. Tehát egy feladatunk van a következő 7 éves időszakban, ezt a rendelkezésre álló forrást elkölteni, és jól elkölteni, és hibázni gyakorlatilag nem lehet. A tájékoztatónapon képviseltette magát az Exim Bank is. Mizser Zoltán, a bank Észak-Dunántúli régió vezetője a hatékony export támogatásokról beszélt. Mi kvázi egy nagyon kedvezményes devizahitel forrás biztosítunk a cégek számára. Minket az OECD szabályoz, és így aztán nemigen kapcsolódunk az EU-hoz. Természetesen minket is köt az EU, viszont ezek nem pályázatokról szól, hanem egy olyan lehetőségekről, ami minden magyarországi cég számára elérhető, és hát azért vagyunk itt, hogy megragadjuk azt az a lehetőséget, hogy minden cég számára felhívjuk erre a figyelmet, hogy létezik növekedési hitelprogram, és az EU pályázaton kívül egy harmadik lehetőség, ami mindenki számára elérhető és nyitott.